I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Magyar játékosokat keresel a GTA-ban, de sose találsz. Csatlakozz a Clubomba, hogy kialakítsunk egy jó kis magyar közösséget. Elérhetőségek a leírásban. Sziasztok, én Norba vagyok, és most itt vagyunk GTA 5-ben, és be fogom nektek mutatni pár ilyen különleges helyet, ami egy, hát összességében egy glitch amúgy. Itt vagyunk a rendőrség melletti parkolóban. Hát majdnem parkolóztam ilyen garázszerű valamit a híd mellett. És kell egy magas kocsi. Feljöttek ide. Hát nem pont itt kéne beugrani, hanem itt. Jó, hozzá meg is vagyunk. És itt jövünk le. És hogy van itt ez az utca, nézzük a térkép szerint. Itt el körül, így körkörösen megyünk. És egyszer csak le fogunk érkezni egy helyre. Nem kell se előfele, se felfele húzgálni akart, hanem szépen megyünk körbe-körbe. Na és itt is vagyunk az egyik helyen. Ez pedig az a garázs, ami a versenyek után van, amikor nyerünk. Hát összességében át tudsz venni mindenen, ami itt van, minden oszlopon. És elvileg az egyik helyre látnak menni egy másikra, és pontosan azt nem tudom, hogy hol. Az jó kérdés, hogy itt hol lehetne. Mondjuk azt hiszem, hogy erre van valahol itt. Hát apróljuk erre. Jó, hát ez nem jött be. Na és akkor menjünk is a következő helyszínünkre. De az elején, mindegyiknek az elején mindig ugyanezt kell csinálni, és a bazárban szálljatok be mindig, hogy legyen egy tojárnyőtök. És ugyanígy megyünk körbe-körbe. Szépen ez a utca környékén. És megint kiukadunk majd valahol. Na most hol vagyunk? És itt is van a következő helyszínünk, ahol a karakterünket kell megcsinálni a játék elején. Hát itt nem nagy valami, de szerintem eléggé különleges helyek ezek. Mert ide sehogy nem lehet eljutni, csak így, ahogy itt mutatom nektek. Hát el lehetne menni arra is amúgy, csak ahhoz máshogy kéne bejönni ide. Tehát most megpróbáljuk azt is. Ja, és ezek a helyek általában csak FPS módban működnek. Megkívjuk az FPS-be, akkor csak ennyit látunk. A nagy semmit lényegében. Na, bejövök FPS-be, akkor már egyből jó minden. Na, hát akkor próbáljuk rá a következő helyszínünket. És most itt vagyunk ez a két másik szobában, ahol a karakterünket megcsináljuk. Hát az egyik az így néz ki. De most nem tudom, hogy ennek milyennek kellene lennie valójában, hogy ilyen átlátszónak, hogy ilyennek. De ez egy ilyen kihallgató szoba szerintem. És még el ide lehet eljönni ide. Tehát vannak ilyen újra nyomatok az asztalon, a telefon, még villog is. A mikrofon. Ez amikor a karaktert váltunk, és itt a kettő közül lehet választani, na ez az a helyszín. Na akkor jövünk is a következő helyszínünkre, ami egy ilyen comedy bar szerűség lesz. Tehát nagyjából itt van a garázs közelében. El is jöttünk. Tehát váltunk FPS-be. És már látjuk is az egész helyet. Hát ugye itt van ilyen szépen felészített asztalok. Akkor ott van a WC. Van ilyen pult. Ahol kiszemeljük az embereket.
Egész jól néz ki amúgy ez a hely összességében. Itt kijárat. És ott pedig a fellépők léptek fel. Mert léptek volna fel, hogyha benne lett volna ez a hely eredetileg a játékban. Mivel ezt csak így lehet megtalálni. Viszont arra figyeljetek, hogy a falakon túl ne menjetek, mert akkor kiesettek erről a helyről. És lenne nagyon nehéz ezt visszatalálni ide. Hát ugye itt a falakon vannak tovább ilyen képek, vagy ilyen hírek, vagy nem vagy hogy is mondjam, ilyen szórólapok. Gondolom azoknak a fellépőknek az arcképei lettek volna. És még itt is tovább, itt bent is vannak képek. Ha légy az összes falon van kép, úgy veszik. Hát viszont ennyi lett volna már ez a videó. Ha tetszett, akkor lájkold, iratkozz fel, hogy kövess be itt Twitch-en. Facebook, gondolom minden ott lesz a leírásban. Legközelebb jövök vissza. Sziasztok!